Sziasztok, Dávid vagyok, és most megcsinálunk egy kettlebell edzést. Most, hogy igazából otthon tudjuk megoldani az edzéseket, szerintem az egyik legjobb befektetés vagy döntés lehet az, hogyha beszerzel egy pár kettlebellt. Olyan, mintha egy kis mini edzőtermed lenne otthon, nyersz egy csomó gyakorlatot a saját testsúlyos gyakorlatok mellé, és így élvezetesebbek, változatosabbak lesznek az edzések. Ráadásul a kettlebellel könnyen mérhető a fejlődés. Minél nagyobb kettlebellekkel tudod megcsinálni a gyakorlatokat, nyilván annál erősebb leszel, annál jobban fogsz fejlődni. És akkor jöjjön maga az edzés. Úgy fog kinézni, hogy lesz három blokk, lesz először egy ilyen erő, izom, építő blokk, aztán egy kondicionálás, és a végén pedig farmer séta. Az első blokkunkban katonai nyomás lesz, és invertált evezés. A katonai nyomáshoz az lenne az ideális, hogyha olyan kettlebellt választanál, amit maximum 8-szor tudsz kinyomni szabályosan fej fölé. Ezzel a kettlebellel fogunk megcsinálni egy létrát, ami 1, 2, 3, 4 és 5 ismétlésből fog állni. Ezt fogjuk párosítani az invertált evezéssel, amiből viszont dupla annyi ismétlést csinálunk, mert ez egy picit könnyebb gyakorlat, szerintem hatékonyabb, hogyha ebből több ismétlést megcsinálsz. Itt 2-vel kezdünk, és 10-ig megyünk fel, 2-esével haladunk felfelé a létrán. Megmutatom gyorsan mind a két gyakorlatot. Jó, tehát katonai nyomásból megcsinálunk egy-egy ismétlés mind a két oldalra. Kinyomjuk fej fölé, csere. Másik oldalra is megcsináljuk. Jó, arra figyeljünk, hogy combokat, farizmokat feszítsük meg végig a gyakorlat során. Jó, és innen megy fej fölé. Arra figyeljetek, hogy ne innen oldalról nyomjatok kettlebellel, hanem ide behúzzuk a rack pozícióba, és innen megy fej fölé a gyakorlat, és visszaengedjük. Jó, tehát hogyha megvolt az 1-1 ismétlés, jön a 2 invertált evezés. Jó, ez valami rúdra lesz szükségünk, ami alá be tudunk menni. Kinyújtjuk a lábainkat, összeszorítjuk a combokat, farizmokat, vállakat hátrahúzzuk, zárjuk a lapockát, felhúzzuk magunkat, visszaengedjük. Egy plenket tartanánk, csak közben dolgozik a felső testünk. Utána folytatjuk tovább a létrát. 2-2 nyomás, 4 invertált evezés. Jó, hogy mondtam, felmegyünk 5-ig, itt felmegyünk 10-ig. Ezt háromszor fogjuk megismételni. Ha ezzel megvagyunk, jön a kondicionáló részünk, 10x10, egykezes swing. Egykezes swinget annak ajánlom, aki már két kézzel is ezt a gyakorlatot biztonsággal meg tudja csinálni. Jó, arra figyeljünk, ez szokott a legáltalánosabb hiba lenni, hogy ez a csípő hajlítás, a swing. Jó, tehát nem bugolunk a gyakorlatba, hátraengedjük a fenekünket, és bum, onnan robbolunk előre. Jó, gondold azt, mintha egy fal lenne mögötted, fenekeddel próbáld megérinteni a falat, és onnan egy határozott mozdulattal, bum, felegyenesedsz. Jó, ez lenne a swing. Tehát megcsinálunk 10x10-et, ez azt jelenti, hogy 5-ször fogjuk bal kézzel, 5-ször jobbal, sorozatonként majd váltogatjuk az oldalt. Jó, a földről indítjuk. Figyelünk a légzésre. Jó, alulra, akkor beengedjük hátra. Beszívjuk a levegőt, utána pedig, hogy felegyenesedünk, élesen kifújjuk. Az utolsó pedig farmer séta lesz. Jó, itt megfogunk 2 nehezebb kettlebellt, felvesszük őket, jó, és 4-szer max távolságig elcipeljük. Jó, amikor már nem bírjuk fogni, akkor le fogjuk tenni a földre, picit pihenünk, és onnan folytatjuk. Jó, itt igazából arra kell figyelni, szépen felvesszük, jó, nem derékból, nem mint egy felhúzás, kihúzzuk magunkat, jó, és csak sétálunk. És akkor kezdjük el az edzést.
Na ez egy nagyon élvezetes edzés, amitől fejlődni is fogsz, megdolgoztatod a teljes testedet. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, köszönöm, hogy velem tartottál, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!